a második az ógörög. A második az ógörög. De ezek már mind halott nyelvek. Farkas Tibor játékos feladatával nyitották meg tegnap a könyvtárban rendezett szakmai napot. A rendezvényre a környékbeli városokból és a szomszédos megyékből is érkeztek szakemberek. 15 éve van annak, hogy itt volt egy vándorgyűlés, egy könyvtáros vándorgyűlés, abban az esztendőben megkaptuk az évkönyvtára címet is, egy kicsit jubilálunk is. Arra gondoltuk, hogy ennek a elmúlt időszaknak az összes olyan érdekes jelenségét, amiről úgy gondoljuk, hogy az ideérkező, máshonnan ideérkező könyvtárosok vagy érdeklődők számára is érdekes lehet, azt mindent bemutatnánk, nagyon sokrétűen, nagyon sok kollégám segítségével. A szakmai napon tematikus órát tartottak a digitalizáció fontosságáról és annak helytörténeti vonatkozásairól. Péter Firita olvasásszociológus az iskolai értesítők digitalizálásának helyismereti értékéről tartott előadást. Ezek azok a könyvek, amelyek viszonylag kis példányszámban jelennek meg, és mindig egy adott közösségnek az érdeklődésének a keresztüzében vannak. Tehát ezek nem azok a témák, amelyek nagy országos kérdések, hanem mindig egy kisebb közönségnek az identitását érinti. A nap további részében Kaposi Zoltán történész az újságok digitalizálásáról és a tudományos igényű helytörténetírásról ejtett szót, majd kötetlen beszélgetéssel zárták a programot.